Méretesre nőtt a burgonya Bakos Ottó Péter révei gazda parcelláján. Több fajtát iktatott a vetésszerkezetbe. Öntözéssel sikerült eredményesen termelni. A friss árut a piacon adja el. Vannak fajták, amik nagyon jót mutatnak, vannak, amelyiket közepesek. Én szeretek kísérletezni több fajtával, minden fajtát kipróbálok. Nem mindegyik marad még éveken át a termelésben állunk. Volt, ami például tavaly nagyon jól mutatkozott, az idén gyakorlatilag semmi. Tehát én azokat a fajtákat szeretem, amit ugye minimum két szezonon köröztül el tudok ültetni, mivel Hollandiából szerezzük be a vetőmagot, ami egyébként nagyon drága, tehát 1,15 €, és akkor legalább még egyszer, hogy el tudjuk ültetni. Horváth Dezső a késői vetésű termelés híve. Szerinte lefelé ível a burgonya termesztés, mert a nagybani ár alig fedi a termelési költségeket. Valamikor 9 hektáron termelt, ez most 1 hektárra zsugorodott. Először is az eladással vannak problémák, tehát a terem akkor nem tudjuk eladni, meg a zárral, meg a kifizetőtlenséggel, mert nem tartom reálisnak, hogy az állam támogassa 1 hektár buzára 4000 dinárt, meg 1 hektár krumplira is 4000 dinár állami támogatást adnak. Tehát ez gondolom nyugati országokban még másfelé külön kategóriába tartozik, és maga ez a 30 dináros ár, ez már 90-es évek óta ennyi, és ebben nem lehet most már beleférni. A Péter révei gazdák a szakaszos vetéssel termelnek folyamatosan friss árut a piacra. A Tisza közelségének köszönhetően könnyen meg tudják oldani az öntözést, de azt szeretnék, ha határban áram segítségével tudnának öntözni, mert így a költségek is legalább a felére csökkennének, és jövedelemre is szert tehetnének.